A környezeti és energiahatékonysági operatív programon belül összesen több mint 1100 milliárd forint szolgálja a klíma- és környezetvédelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a megújuló energiák használatát, mondta előadásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a fórumon. Hozzátette, az energiahatékonyság növelésére utóbbi programon belül 760 milliárd forint jut, az országos és megyei klímastratégiák kidolgozására a következő másfél évben jelentős összegeket használhatnak fel a megyei önkormányzatok. Az előkészítő folyamat, ez országosan néhány 100 millió forintból következik be, a stratégia megalkotása, és amit a stratégiában ebben a másfél évben kidolgozásra kerül, itt a megyében, annak a megvalósítását fogjuk segíteni beruházási támogatásokkal és egyéb fejlesztési pénzekkel. A beruházási pályázatok kiírása folyamatban van, a stratégia alkalmazása azonban egy hosszú távú folyamat lesz. A következő évtizedeket ezt meg fogja határozni, és ebből egy rész, például a Felső-Tiszának a kezelése, akkor például az energetikai korszerűsítések, amit már az elmúlt időszakban is elindultunk, ennek a folyamatnak egy része. Azt lehet mondani, hogy több száz beruházásról van szó, amivel a megye maga is fejlődik, a gazdaság is fejlődik, a környezet is fejlődik, és hát nyerünk mindannyian, hiszen például kevesebb energiát és hatékonyabban tudunk felhasználni. A megyei közgyűlés elnöke szerint jó úton haladnak a klímastratégia kidolgozásának előkészítésével. A megyék sorrendjében talán elsők vagyunk, akiknek kiválunk ennek a feladatnak. 30 millió forintot kapnak a megyei önkormányzatok mindegyike ennek a feladatnak a végrehajtására, amelynek végső eredménye egy olyan stratégiai dokumentum, amely a következő évtizedekre határozza meg a cselekvéseinket, illetve a cselekvési stratégiáinkat, de nagyon fontos az a társadalmasítás is, az a tudatformálás, az a fejlesztési feladat, amit a települési önkormányzatok, a civil szervezetek és az egyes emberek érdekében, családok érdekében végzünk, hogy tudatosítsuk ezt a fajta kihívást, amely mindannyiunk előtt áll. A konferencián az előadások mellett kerekasztal beszélgetéseken is biztosítottak lehetőséget a szakembereknek a klímaváltozással kapcsolatos kérdések megvitatására.